A foglalkoztatás terheinek csökkentésére készül a kormány, erről szólnak mostanában a hírek. Mégis nem telik el szinte nap anélkül, hogy ne hallhatnánk olyan beszámolókat, amelyek egy-egy építkezés vagy más munkaterületen tetten ért fekete munkásokról szólnak. Marjai Gyulával, a VOSZ Budapesti és Pest megyei regionális szervezetének elnökével beszélgetünk erről az örökzöld témáról, eh, amely eh, a fekete foglalkoztatás, amely nem jó tulajdonképpen sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak, és mégis úgy tűnik, hogy kiírthatatlan. Sajnos így van. Üdvözlöm Önt is, és a Zugló TV kedves nézőit. Nap mint nap találkozunk vele, vagy csak ha fölmegyünk a nav a honlapjára, ott van rendszeresen egy úgynevezett fekete lista, hogy a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató, idézőjelbe teszem a foglalkoztató cégeknek a listája, vázi igen vaskos anyagot tartalmaz, tehát tényleg sok ilyen van, amely, ahogy ön is mondta, sem a munkavállalónak nem jó, sem a munkáltatónak. Mégis akkor miért csinálják? szól a naív kérdés. Hát valószínű azért valaki ebből azért csak jól jár. Hogyan? Hát ugye éppen kezdte el a, a felkonfot, hogy magasak a járulékok. Valóban a kormányzat is észrevette most már, és többszörösen jelezte a VOSZ is, hogy igen magasak Európa szinten magasak a béreket terhelő járulékok. Ugye 29,5 százalék igazából, ami a munkáltató oldaláról rárakodik minden egyes forintra, tehát mondhatom azt, hogy 30 százalék. A másik oldalon is ugye több mint 30 az, amelyet viszont a dolgozótól vonnak le, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, szakképzési úgynevezett ö, hozzájárulás, valamint személyi jövedelemadó címén ugye további 15 ot Tehát ugye akárhogy is nézzük, egy forint nettó kifizetés bizony több mint két és fél forintba kerül a munkáltató részére bizony e, megvan a motiváció arra, hogy ezt az egy forintot akkor milyen fekete módon fizessem ki, hogy ezektől a úgynevezett adó és járulék terhektől e, megszabaduljak. Hát nem tudom, hogy megéri -e, mert azért ennek vannak súlyos következményei. Válasszuk ketté a következmények csokrát. Ugye miért, mit kockáztat egy munkáltató, azért a haszonért, hogy megspórolja magának ezeket a terheket, és mivel kell számolni a munkavállalónak, aki feltetőleg kényszerből kerül ugyanebbe a helyzetbe? Igen, ez elképzelhető, hogy kényszerből kerül, mert csak így talál e, megfelelő munkát magának, de azért most már legyünk őszinték, vannak olyan legális módok, akár az alkalmi munka, akár a részmunkaidő, vagy más típusú bejelentett foglalkoztatás, aminél azért a munkáltató és a munkavállaló sem üti meg a bokáját. De e, térjünk vissza az eredetire. Mit kockáztat a munkáltató? E, sokat. E, először is egy igen-igen komoly bírságot szabhat rá ki, úgy a munkaügyi hatóság, mint akár a NAV, ha e, tetten érnek nála úgynevezett be nem jelentett alkalmazottat fekete foglalkoztatása. Nevezetesen 30 ezer forinttól ö, 5 millió forintig terjedhet a bírság, abban az esetben, ha egy munkavállalóról van szó. Ha többről, akkor 30 ezer-től akár 8 millióig munkavállalónként terjedhet a bírság. Tehát egy igen tetemes összeg, ha egy visszaesőről van szó, akkor valószínű a mérlegelés az a felső kategóriák felé, tehát a milliós kategóriák felé fog eltolódni. Ha, és ezen kívül pedig a továbbiakban kiesik közbeszerzésből kiesik mindenféle uniós és egyéb tám, támogatásból, kiesik a banki hitelrendszerből, mert ugye aki fekete foglalkoztatott listán fönt van, azt nem igazából szívesen hitelezik a bankok sem, és hát fölkerül arra az általam is említett szégyen listára, amelyet a NAV ugye rendszeresen közzétesz a honlapján. És még egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ha én feketén akarok kifizetni munkavállalót, akkor nekem egy olyan pénzeszközhöz kell hozzájutnom valahonnan, amely tulajdonképpen illegálisan jut be a vállalkozáshoz, tehát valószínű számla nélkül, vagy egyéb más módon kerül be a vállalkozáshoz, hogy én ki tudjam kvázi feketén fizetni a dolgozót, mert ugye hát a mérleg az azért kegyetlen, tehát a könyvelés, mert amit beveszek, azt ugye lekönyvelem, ha legális, és amit kiadok, és legális, azt is ugye el kell számolnom. Tehát valahonnan ez egy ilyen láncolat, és göngyölíti az ember maga előtt, vagyis ez a vállalkozó, aki ezzel él, vagyis visszaél, hogy tulajdonképpen valahonnan már egy másik vállalkozástól, vagy magánszemélytől van nyugtanélküli, nélküli, pénze, amit esetlegesen ugye ki tud erre fizetni. Tehát igen sokat kockáztat a vállalkozó. De térjünk a munkavállalóra. Aki, ha feketén dolgozik, nem lesz arra az időre nyugdíja, mert nem fizet nyugdíjjárulékot. Nincs egészségbiztosítása, tehát ha bármi éri, nem tud elmenni táppénzre, nem lesz üzemi baleset, ha mondjuk a foglalkoztatása közben éri, illetve hát nem tud semmi olyan lehetőséggel élni a munkáltatója felé, hogy kérem szépen, én itt dolgoztam, itt ért a baleset, emiatt kényszerülök olyan kényszerszabadságra, betegállományba, idézőjelbe téve, amely hát akadályoz a további munkavégzésbe. Tehát ő is igen komoly, hát nem azt mondom szankcióra, viszont komoly nehézségekre számolhat, ha bármi történik. Hogyan tud meggyőződni egy munkavállaló arról, hogy utána rendszeresen fizetik a járulékokat. Ugye, mert az egyik eset az, amikor megbeszéli a munkáltató a munkavállalóval, hogy nézd, én csak úgy tudlak alkalmazni, hogy feketén fizetek, akkor tudja. De a hírek arról szólnak, hogy vannak esetek, amikor nem is tudja, hogy ő nincs bejelentve, és nem fizetik utána a járulékot? Így van, vagy pedig olyan módon van bejelentve, hogy valahogy egy-két egy óra hosszára, vagy mondjuk csak részmunkaidőre, holott ő teljes munkaidő dolgozik. Számtalan ilyen esettel találkoztunk már. Ugye a munkatatónak be kell jelenteni elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, ha ő, ő foglalkoztatja a munkavállalót a munka megkezdése előtt. Tehát, ha én holnapi napon szeretném foglalkoztatni XY-t, akkor vagy a mai napon, de legkésőbb reggel, amíg munkában nem áll, addig be kell jelenteni az adóhatósághoz a megfelelő ö, nyomtatványon, ügyfélkapunk keresztül. Na most, a ha és amennyiben a munkavállalónak, a dolgozónak van szintén ügyfélkapos elérhetősége, ő a biztosított jogviszony lekérdezés cím alatt, ö, ez szintén az ügyfélkapunk könnyen elérhető, a taj számának a megadása mellett simán le tudja kérdezni, hogy őt milyen módon, mely munkáltató, és milyen módon jelentette be, rendesen 8 órára, vagy részmunkaidőre, milyen feorszám, tehát milyen munkakör megnevezéssel van ő bejelentve. Tehát a dolgozó ellenőrizni tudja, akár nap, mint nap, hogy be van-e jelentve, mert arról is sajnos szólnak a hírek, hogy bejelenti, és utána néhány nap múlva pedig kijelenti, tehát a dolgozó meggyőződik arról, hogy ó, oh, én be vagyok jelentve, minden rendben van, és néhány nap múlva esetleg a tisztességtelen vállalkozó kijelenti a dolgozót, és beáll újra ez a fekete foglalkoztatásos jogviszony. Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, hogyha megpróbálja legálissá tenni a foglalkoztatást, de mégis szeretne valamivel? Kevesebb közterhet fizetni. Ennek is megvan azért a módja. Tudjuk jól, hogy létezik az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás, aminél ugye hát vannak korlátok, tehát van egy időbeli korlát, tehát ugye tíznapos korlát, van egy éves korlát, de ettől függetlenül azért elég jó arra, hogy egy-egy építkezésnél, ami mondjuk nem tart olyan hosszú ideig, hogy egy állandó munkáltat, munkavállalót kelljen fölvenni, vagy egy-egy idén jellegű, szezonális, mezőgazdasági, turisztikai, idegenforgalmi munkánál, igenis be lehet jelenteni az úgynevezett alkalmi munkavállalókat, és ezeknek a közterhe jóval nagyságrende alacsonyabb, és mellette pedig a dolgozónak jár az egészségügyi ellátás, sőt, egy minimális nyugdíjra való jogosultsága is keletkezik, nem sok, természetesen személyi jövedelemadót is fizet belőle. De nagyon fontos, hogy legális, foglalkoztatottnak minősül egészségügyi ellátás kvázi jár a dalkalmi munkavállalónak is, ha bármi történne, hogy istene a munkavégzés alatt és ugye ennek nem feltétele az se, hogy a munkáltató az valamilyen vállalkozás, akár betéti társaság, akár társas vállalkozás, akár egyéni vállalkozás legyen, tehát alkalmas ez a forma az ilyen családi takarítónő, babysitter, hasonló hogy munkák nem. megoldására is. Hogy nem, tehát ez javasolható is hogy amennyiben mi foglalkoztatunk családice egy takarító hölgyet, akár alkalmi jelleggel egy nagy takarítással, vagy akár kettőt is, akkor a magánszemély is be tudja jelenteni az adó saját adóazonosítóját mellett a alkalmi munkára felvett takarító nőt, vagy takarító nőket, és tulajdonképpen egy nagyon-nagyon minimális összeg befizetése mellett legalizálja a munkát, a munkavégzést. Ezt a beszélgetést, amikor elkezdtük, akkor arról volt szó, hogy a kormányzat ugyan törekszik a közterhek csökkentésére, ám mégis újra és újra felüti a fejét a fekete foglalkoztatás. Mint vállalkozónak, mint vállalkozói érdekképviseleti vezetőnek, van-e arról valami elképzelése, hogy mi lenne az a szint, ami alá, ha csökkennének a közterhek, akkor lényegesen visszaszorulna ez a jelenség. Tippelni lehet csak szerintem, egy biztos, hogy nagyságrendel csökkenne. Valószínű a fekete munkát kiirtani véglegesen nem lehet. De már az egy eredmény, ha nagyságrendel csökken ezeknek a száma, ezeknek a föltárt fekete munkáknak a száma, nem utolsó sorban a nem föltártnak is. Én azt hiszem, ha egy jelentősebb, mondjuk egy ilyen kétszámjegyű járulékcsökkentés, tehát egy olyan, most ugye mondtuk, hogy 30 százalék, tehát ha ez valahol a 20 körülre visszaesne, ez biztos, hogy javítana. Valamint nagyon fontos még azon is elgondolkodni, hogy a munkavállalónak is érje meg, hogy magasabb bért kap mondjuk egy, akár egy minimálbéres, de mondhatom azt, hogy mondjuk egy 200 ezer forintos bruttó egyén is, hogy néhány százalékkal csökkenne a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási járuléka, akkor ugye az ő nettó bére is növekszik, anélkül, hogy a munkavállalónak ez többe kerülne. Tehát ha ott is körülbelül még egyszer mondom, tippelni tudok, egy ilyen 5% pontos csökkenésbe következne, biztos, hogy sokat javítana a legális foglalkoztatáson. Sokat fehéríteni a gazdaságot, és megítélésem szerint béremelésre is, ahogy mondtam, egyrészt automatikusan lenne lehetőség, de én még azt is vallom, ha amennyiben a vállalkozások járulék terhet csökken, muszáj lesz bért emelni nekik, mert egyébként ö, szakképzett munkaerőből bizony nagyon kevés van, és nagyon szükséges a béremelés számukra, hogy megfelelő munkaerőt kapjunk a vállalkozásokhoz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.